egy átlag vízfelhasználó naponta 110-120 liter vizet fogyaszt, és ebbe beletartozik nyilván az, hogy elmegy fürdeni, elmegy WC-re, fogatmos, esetleg csapvizet fogyaszt, ez rengeteg. Köszöntöm Önöket, ez itt a Green Zone, a Szolnok Televízió környezetvédelemmel foglalkozó podcastja. A mai adásunkban is egy igazán érdekes témát hoztam Önöknek, és azt gondolom, hogy erről is feltétlenül beszélnünk kell, hiszen még mindig nagy probléma, hogy sokan szemetesként használják a csatornát, és nagyon sok esetben kerülnek a csatornába oda nem illő anyagok, amelyek károkat okoznak, de az, hogy pontosan milyen károk ezek, és hogy még mindig mik azok, amelyek általában a lefolyóban végzik, arról Tulok Mátyással beszélgetünk. Szia! Szia, Brigi, üdvözöllek! Oda nem illő anyagok, én csak így jeleztem összefoglaló néven. Mi az, amit ti, mint csatornaművek tapasztaltok, hogy még mindig sajnos nagy mennyiségben öntenek a lefolyókba? Igen, ez egy folyamatos probléma, és szerintem a probléma forrása ott van, hogy az emberek nem eléggé tájékozottak arra, hogy mit szabad és mit nem. Valószínűleg nem direkt öntik mondjuk a fáradt talajat a lefolyókban, és nem direkt húzzák le a WC-n a törlőkendőt, nedves törlőkendőt. Én úgy gondolom, hogy a tájékozatlanság a főbb oka annak, hogy nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy a lefolyókba bele lehet önteni a fáradt olajat. Ne adj Isten, ha nem a lefolyóba, de az udvarra simán kiviszik, és belöntik a fűbe, ami ugyanúgy környezetszennyező hatású, de ezek főleg ez a kettő termék, mondjuk egy nedves törlőkendő, illetve a fáradt olaj pont egy olyan extrán környezetszennyező termék, amit egyáltalán nem szabadna a lefolyóba lehúzni. Nyilván erről már még beszélgetünk bővebben is, hogy pontosan miért nem lehet. Azt gondolom, hogy lehet, hogy sokakat mondjuk a nedves törlőkendő esete meglep, hogy nem lehet a lefolyóba dobni, de elsőként mi az a kár egyébként, amiről beszélhetünk, amit okoz a csatorna szinten egyébként az, hogyha oda nem illő anyagokat dobunk a csatornába, a WC-be, így akarunk megszabadulni dolgoktól. Hát ugye a vízszennyező hatása az a csapvíz, amiben fürdünk, amit megiszunk nap, mint nap. Ezekkel a tárgyakkal, ételmaradékkal, olajjal, ezekkel mind elsősorban a vizet szennyezzük, azt a vizet, amit tényleg megiszunk mi is, illetve a gyermekeink. Tovább megyek, a csatorna hálózatnak az anyagát, a csőhálózatot ugyanúgy károsítják ezek az eszközök, mert nem csak puha tárgyak, hanem kemények, akár elektronikai eszközöket is találtak már kollégáink az átemelőkben. Tehát mind a csőhálózatot, mind a tiszta vizet károsítják ezek az anyagok, nem mellesleg a földet is, hogyha nem megfelelő helyre öntik például a fáradt olajat. Egyébként mi az a talán legextrémebb dolog, amit mostanában tapasztaltatok, vagy tapasztaltak a szakemberek, akik nyilván ott vannak, és minden nap találkoznak ezzel a jelenséggel, amit úgy beleöntöttek a lefolyóba az emberek? Extrém dolgot szeretnék kiemelni, akkor a disznó belsőség is megfordult már sajnos, de rengeteg tárgy, tényleg sörös doboz, amit itt a képen is látnak a nézők, személyigazolvány, rengeteg olyan műanyag tárgy, eszköz, ami egyáltalán nem odavaló. Ami talán még nagyon látványos, az az átemelőkben szokták találni a vizes kollégák, nedves törlőkendőr, rettentő nagy mennyiségben húznak le a WC-n, és ez, amikor az emelőből kiveszik a kollégák, ugye a rengeteg nedves törlőkendő az így összetapad egymásra, vastag masszát képez a csőhálózaton, olyan szinten megkeményedik, meg megvizesedik, hogy mint valami kötél, tehát konkrétan azt nem lehet géppel vagy bármilyen eszközzel leszedni, ezt az elszennyezett, fekete, gusztustalan kinézetű masszát, azt a kollégák sajnos kézzel szokták leszedni a csőhálózatról. Nagy károkat okoz, mint szolgáltató is, de azért nektek ebben az életetekben ezeket a károkat hogy élitek meg? Tehát azért nyilván az plusz munkát jelent, az plusz energiabefektetés, tehát hogy ez hogy működik nálatok? Milyen szintű egy ilyen kár a szolgáltatás szintű? Kárról beszélünk, viszont én úgy gondolom, hogy a társaság életében, meg a többi víziközmű életében is ez már egy sajnos egy ilyen megszokott munkafolyamat. Tehát ez nem egy ilyen időszakos dolog, hogy mondjuk volt egy disznóvágás, vagy volt egy karácsony, vagy volt valami nagyobb ünnep, és akkor halmozottak fel ezek a szennyező eszközök, hanem ez sajnos egy folyamatos dolog, úgyhogy erre be van rendezkedve a társaság. Ez alapján egyébként mennyi idő az, amíg ez a nagy mennyiségű szemét, felesleges hulladék összegyűlik a csatornában? Néhány nap, egy-két hét alatt.
Ami amiként elképesztő, ugye két nap alatt. Tehát, hogy azért nagyon sok mindent és nagyon sok embernek kell egyébként sajnos vétenie. Ez egy tök érdekes adat például. Egy átlag vízfelhasználó naponta 110-120 liter vizet fogyaszt, és ebbe beletartozik nyilván az, hogy elmegy fürdeni, elmegy vécére, fogatmos, esetleg csapvizet fogyaszt. Ez rengeteg. Tehát, hogy ennyi vizet nem szabadna felhasználnunk napi szinten. Összehasonlítva például egy afrikai adattal, ott az átlag vízfelhasználó durván 4,5-5 liter vizet tud csak felhasználni napi szinten, és ezért a durván 5 liter vízért kell gyalogolnia mondjuk másfél órát, két órát naponta. Nyilván nagyon sok esetben az emberek fel sem fogják, hogy nyilván Afrikában nem magától értetődő, hogy megnyitják a csapot, nálunk ez magától értetődő. Mit tapasztaltok az embereknek? Már igazából eljutott a tudatáig az, hogy igazából valószínűleg nincs ennyi vízre szükségünk, meg hogy lehet, hogy jobban járnánk, ha spórolnánk? Szerintem nem. Ők nem. Nyilván mi a köztudatban ott van, hogy környezetvédelem, meg óvjuk a környezetünket, digitalizáció, stb. Viszont a vízhasználat még szerintem ezzel kapcsolatos ilyen spórolás vagy szemléletformálás nagyon gyerekcipőben jár. És az átlag felhasználó nem tudja azt, hogy érdemes elzárni a csapot fogmosás közben, mert ha folyatja két percen keresztül folyamatosan a vizet, és mondjuk egy nagyobb sebességű sugárral, akkor ilyen 8-10 liter simán elfolyik egy fogmosás alkalmával. A fürdésnél ugyanez. Nyilván akinél zuhanyzó van, zuhanytálca, ott nem opció az, hogy fürödjél, de mondjuk akinek kádja van, és zuhanyzás helyett inkább a fürdés választja napi szinten, hát hadd ne mondjam, hogy az hány literrel több, mint hogyha csak lezuhanyozna. Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából a víz használati kultúránk sincs még meg, tehát gyerekcipő bejár, ahogy így van, így van. És ugyanígy mondhatjuk, hogy a csatorna illemtani szabályok területén is igazából gyerekcipőben járunk, nyilván prevencióról is beszélgetni fogunk. Igen. És hamarosan rátérünk arra, hát idézőjesen illetőre, akit behoztatunk ide hozzánk a stúdióba. Őt hogy hívják pontosan? Az úriember itt a jobbomon Csatorjon, így hívják, ez a becsületes neve. Kicsit a hátteréről mesélnék akkor. Alapvetően egy ilyen céges belső kommunikációból indult az egész, van egy belső applikáció, amit használunk, és így a marketing csapattal közösen mindig hétről hétre kitalálunk olyan programokat, amivel egy kicsit így összehozzuk a munkavállalókat, egyrészt legyen szórakoztató, de azért edukatív is, és meghirdettünk egy csatorna szörny készítő pályázatot. Ennek az apropója nyilván a Föld napja volt, ami ugye április 22-én van, és ennek alkalmából meghirdettünk egy ilyen akciót, és az egyik kolléganőnk vállalta is, hogy ő elkészíti egy ilyen szörnyet, debreceni kolléganőről van szó egyébként. Megadtuk a megfelelő támogatást, ötleteltünk közösen, megkérdeztük, hogy van esetleg bármire szüksége az elkészítéshez, és hát bő egy hét alatt el is készült a szörnyecskénk. Itt a célja tulajdonképpen ennek a szörny készítésnek az volt, hogy próbáljuk szemléltetni a bábun, hogy valójában milyen tárgyakat, meg használati eszközöket dobnak az emberek a csatornába, amiknek egyáltalán nem ott lenne a helyük. Gondolok itt akár egy sörös dobozra, műanyag flakonra, tisztasági betét, tampon, személyigazolvány, műanyag zacskó, tehát tényleg rengeteg számtalan olyan tárgy meg eszköz, amit nem szabadna lehúznunk a WC-n, és nem szabadna a csatornába beledobnunk. És ez is elképesztő, hogy nézem, nagyon sok olyan dolog van, és hogyha már Green Zone, akkor el is felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok olyan dolgot láthatunk egyébként a csatornán, ami ismételten lehetne újra hasznosítani, tehát ha a szelektív kukába kerülnének. Most csak pár példa, nyilván a dobozok, tehát hogy így azokat van. Is van már opció rá, hogy ugye leadjuk. Itt látok az oldalamon fülpiszkálót, ami egyébként már fából készült, tehát tökéletesen komposztálható lenne. Igen. Egyébként. És még nyilván, a nylon zacskó. Hát bármilyen műanyag. Tehát, hogy nyilván, igen, itt is ugye az a baj, hogy az már fél siker, hogyha valaki tényleg a szemetesbe dobja, igen. És az lenne nyilván a legjobb, hogyha szelektíven is történne ennek a gyűjtése, de nyilván ez egy másik téma, igen. De nyilván ez is megkönnyíteni a ti helyzeteteket.
És igazából hány helyen jártatok már ezzel a szörnyet? Tehát gondolom azért nem csak saját kertelésből, csapat összehozás érdekében csináltátok, készítettétek el. Igen, amikor realizálódott az, hogy akkor egy kolléganő vállalja és elkészíti, akkor összeraktunk egy programot, egy aktivitást a Föld napjára. Egy olyan viszonylag nagyobb települést választottunk, Karcagot, ami egyébként a TRV-nek a szolgáltatási területe, és oda kimentünk a főtérre, nem messze a piactól, és egy kicsit ilyen szemléletformáló jelleggel kitettük egy asztalra a csatorjont. Megállítottuk az embereket, megkérdeztük, hogy egyébként kinek milyen a csatorna használati szokása, mi az, amit ők szerintük bele lehet dobni a WC-be, mi az, amit nem lehet lehúzni a WC-n. Van folyamatban egy szemléletformáló projektünk egyébként céges szinten, ezzel egy kicsit így összefűztük, és tényleg szemléltettük a járókelőkkel azt, hogy mennyire károsan használják sok esetben akár a WC-t, akár a csatornájukat. És a szemléltetés mellett készültünk Karcagon egy japán cseresznyefa ültetéssel is ott a főtéren, úgyhogy egy ilyen kellemes hasznossal elv alapon készültünk ott a Karcag lakosainak. Egyébként a lakosok hogy fogadták azt, hogy ez mind a csatornából jött, illetve hát miket osztottak meg ők? Tehát milyen szokásokat tapasztaltatok ott Karcagon, hogy használják a csatornarendszert az emberek? Mély megdöbbenéssel fogadták. Nyilván a legtöbb járókelő teljesen elszörnyűködtek ezen. Voltak, akik amúgy nem lepődtek meg, mert ha esetleg olyan helyen laknak, ahol a csatorna nyitott bármi belátni, akkor tisztában vannak azzal, hogy sajnos mik kerülnek a lefolyókba, illetve a csatornában. Megdöbbentő hatás volt tényleg. Tehát látni az emberek arcán azt az elképedést, hogy tényleg, ilyen van, és biztos, hogy létezik ez, és ez nem egy jelékből kapott dolog, úgyhogy érdekes volt minden esetre. Nagyon sok gyerek fordult meg, akik nem tudom, nagymamával, nagypapával mentek bevásárolni a piacra. Nekik nagyon tetszett, eszméletlenül megfogdozták, megtapogatták, megkérdezték, hogy ez micsoda, akkor elmondtuk neki is, nyilván kicsit gyermekebb nyelven, meg játékosabban, mint a szülőknek. Hatalmas sikere volt, én úgy gondolom. Ott a helyi sajtó írt is róla, és itt a környékben a legolvasottabb cikk egyébként az a cikk lett a Néplapnál, amit a csatorjonról írtak, és bekerültünk még a Blikbe is ezzel a kis bábúval, úgyhogy nagy sikert aratott. Ami nyilván amellett, hogy megdöbbentő, hogy tényleg a csatornából jön. Először egyébként félelmetes, utána azért talál valami kis kedvességet benne az ember, szerintem, tehát hogy... Még biztos az orrázók az nagyon... De azért néha várom, hogy ilyen dátlítves hangon majd így megszólalik mellettünk, tehát egy kicsit arra is haj ez egyébként. Valahol egyébként azt gondolom, hogy talán tényleg erre van szükség, hogy az emberek lássák, illetve hogy már amit nagyon jó úton haladtok, azt gondolom, hogy a gyerekekhez viszitek el. Tehát nyilván a felnövekvő generáció, amit nagyon sokszor elmondunk, hogy a felnövekvő generációján talán ott érhetjük el a legnagyobb változást. Ezen kívül egyébként nyilván ott az utcán gyerekek ezt látták. Próbáltátok már, vagy próbáljátok majd a jövőben elvinni, mondjuk iskolákban a magát ugye a csatoriont, illetve magát a témát? Így van. Múlt héten volt egy ilyen teszed akció, amihez csatlakozott a TRV is. Ennek keretein belül elmentünk a Kőtelki általános iskolába. Vittük a csatorjont, meg néhány játékos feladatot az általános iskolai gyerekeknek. Eszméletlenül élvezték, 3 vagy 4 tanórára ültek be a kolléganők a diákokhoz. Megmutatták nekik a szörnyet, elmondták, hogy mit szabad, mit nem. Rengeteg képpel készültünk, amit a csatornából emeltek ki a kollégák. Előtte-utána fotók, tehát olyan szemléltető feladatok, meg játékos dolgok voltak, amire emlékezni fognak a gyerekek is. Biztos úgy mentek haza nap végén, hogy így örömmel, meg lelkesedéssel mesélték otthon, hogy kivel találkoztak aznap az iskolában. Ennek akkora sikere volt, hogy meghívtak minket egy karcagi általános iskolában, meg megyünk Nagykörűre is egy általános iskolába is, úgyhogy most nagyon úgy néz ki, hogy csodára járnak az emberek, illetve az iskolák ennek a kezdeményezésnek. Nyilván általános iskolákról beszéltünk. Ott nagyjából egyébként melyik korosztály, gondolom alsósakhoz viszitek inkább, vagy mondjuk már a felsősek? Felső osztály, igen, 4, 5, 6, 7, 8, tehát hogy
igazából próbálunk minden korosztályra lőni. Nyilván akik még nagyon fiatalok, első-másodikos osztályosok, náluk még annyira talán nem releváns ez a téma, de negyedikes korosztálytól fölfele szerintem abszolút érdemes. Egyébként a témában mit tapasztaltok, milyen ismereteik vannak a gyerekeknek? Mit látnak otthon, mit hoznak? Meglepő módon tájékozottak, tehát sokkal inkább, tehát nem gondolta volna az ember azt, hogy feltesz egy tök egyszerű kérdést, ami mondjuk egy felnőtt embernek teljesen egyértelmű, és a diákok tudtak rá válaszolni. Tehát nem az volt, hogy nem volt fogalmuk arról, hogy mit lehet, meg mit nem. Nyilván elképedtek ők is a hallottak alapján, de abszolút tájékozottak voltak. Ezen kívül egyébként mit próbáltok még hozzájuk elvinni? Min keresztül próbáljátok formálni az ő gondolkodásukat, az ő szemléletüket? Szeressék a természetet, meg azt a környezetet, amiben élnek. Ne éljenek pazarló életmódot. Én úgy gondolom, hogy ha ezt sikerül megértetni velük, meg elsajátítatni velük, akkor szerintem tök jó úton fogunk haladni. Ez remélem, hogy így lesz, és akkor most jön a nagyon egyik kedvenc témám, amit így, amikor olvasgattam, hogy nagyjából miről lenne szó a mai napon, és hogy pontosan mennyi minden az oda nem illő dolog, amit ugye így sajnos beledobunk a WC-be, ez pedig a nedves törlőkendő. Ezt nagyon vártam, hogy megkérdezzem, mert tényleg azt gondolom, hogy a lakosság majdnem 98%-a azt gondolja, hogy az odavaló. Így van. Holott egyébként, hogyha jobban megnézzük egyébként magát a csomagolást, nagyon sokszor jelzik azt, hogy nem dobhatod bele, és ugye hát műanyagot tartalmaznak ezek a nedves törlőkendők. Tehát pontosan akkor miért ne dobjuk a csatornába ezeket a különböző nedves, popsi törlőkendőket, beractörlőket? Nagyon sok háztartás WC-papír helyett sajnos nedves törlőkendőt használ. Nyilván pontos adatunk erről nincsen, hogy mennyit meg hogy, viszont azt látjuk tisztán, hogy az átemelőkben, amikor tisztítják ki a szivattyúkat a kollégák, micsoda mennyiségű rátapadt műanyag nedves törlőkendő. Néhol már ilyen rohadt állapotban, barna, fekete, tehát egészen megdöbbentő, meg gusztustalan állapotban. Azért fogalmazok így, mert tényleg ezt valahogy muszáj érzékeltetnem, hogy mennyire ártalmas meg káros az, hogy ezeket a nedves törlőkendőket lehúzzuk a WC-n. Több centi vastagon áll a szivattyún egy-egy ilyen átemelőben a nedves törlőkendő, teljesen megszálasodik, nem igazán lehet lekaparni, ahogy az imént is említettem, kollégák kézzel kell, hogy leszedjék a csatornáról, a szivattyúról, a csőhálózatról, elképesztő. Most egy kicsit így visszamennék a múltba, de igazából annyira mégsem. Ugye a pandémia idején nagyon sokan azt mondták, ilyen nem mentünk sehova sem, mindenki otthon volt karanténban, hogy ha a levegő tisztaságát nézzük, akkor az úgy tűnik, minthogyha tisztább lett volna. De nyilván ez alatt az idő alatt mi otthon voltunk, otthon fogyasztottunk, otthon éltünk. Tapasztaltátok, hogy ebben az időszakban, ha mondjuk a nedves törlőkendő eseténél maradunk, hogy sokkal több munkátok volt, tehát hogy sokkal több ember használt ezeket a kendőket? Egyrészt igen, másrészt értelemszerűen volt egy jó hónap, vagy másfél hónap még az első pandémia idején, amikor jóformán mindenki otthon volt, szóval sokkal többen használták az otthoni lefolyóhálózatot, a mosdókat, úgyhogy igen, abban az időszakban azért jóval több munkájuk volt a csatornatisztító kollégáknak. És nem csak a nedves törlőkendőkkel van itt a probléma, hanem mint hogy ezt már így a műsor elején is egy kicsit így említettük, a sütőolajjal, aminek sajnos tehát nagyon sokan nem tudják, hogy még mindig nem öntjük a lefolyóba. Ez milyen károkat okoz? Én olvastam, hogy most nem akarok rosszat mondani, ugyanúgy regionális vízművek, de nem a tiszamenti, hogy ők is készítettek egy ilyen kis animációs filmet, ott meg a zsírszörny, ilyet tápláljuk gyakorlatilag azzal, hogy beleöntjük az olajat a lefolyóba. Igazából mit eredményez a környezetünkkel ez? Hát van egy érdekes adatunk nekünk, pont így a szemlélet formáló projekt kapcsán van egy kvíz, és ennek az egyik kérdése, hogy egy liter olaj az mennyi liter vizet képes beszennyezni, akár 1 millió liter vizet is, egy liter olaj, ami szerintem nagyon durva, és azt utána tisztítani,
rengeteg vegyszerrel és sok-sok óra munkával, tehát hogy az valami elképesztő. Igen, és tényleg így jön be az, hogy nem látjuk azt, hogy sajnos tényleg ott van a szomjazó gyerekek, felnőttek mondjuk tényleg igen. Afrikában. Mi meg ott vagyunk, hogy egy kicsi olajjal is mennyi vizet teszünk tönkre. Ezt mindig mondjuk, hogy tényleg nehéz látni, meg valószínűleg szerintem te sem látod a mindennapjaidban. Nem, sajnos, igen. És így nem ebben, tehát nem globális szinten gondolkodunk, mondhatjuk ezt. És szerintem ez nálatok is így van, hogy a víz használat területén is gondolom tapasztaljátok, hogy nem globális szinten gondolkodunk. Mi az opció? Mi a megoldás? Hát odafigyelés egyénenként, tehát hogy itt nem... Mi megtesszük nyilván, amit kell, meg amit lehet. Azon vagyunk mi is a kollégákkal, hogy edukáljuk a társadalmat, meg a fogyasztókat afelé, hogy nem szabad olajat a lefolyókba önteni, se ki az udvarra, mert az ugyanúgy szennyezi a környezetet, mint hogyha lefolyóba önteni. Számtalan olyan hely van, szerintem már minden településen, ahova el lehet vinni a fáradt olajat, és le lehet adni, és akkor a megfelelő szervek, meg eszközök elviszik egy olyan helyre, ahol ezeket tárolják. Például itt Szolnokon is egyébként a Tököli úti telephelyen le lehet adni a fáradt olajat, hogyha valaki ott a környékén lakik, akkor oda nyugodtan besétálhat vele. De ha jól tudom, akkor rengeteg töltőállomáson, benzinkúton van arra opció, hogy ezeket a fáradt olajokat leadjuk. Hogyha már nálatok tartunk, akkor milyen módon vihetik el a megfáradt olajat a lakosok hozzátok? Tehát, hogy valamilyen módja van ennek, milyen üvegben, tehát ilyesmire gondolok? Sima üvegben, befőttes üveg, az tökéletes. Az szerintem minden magyar háztartásban biztos, hogy van egy-két befőttes üveg üresen otthon. Na de ne csak rosszat mondjak egyébként, ha már az olaj témánál tartunk. Találtam egy érdekes adatot egyébként. 2020-as adatról beszélünk, nem annyira friss, de egyébként szerintem még talán reális is, hogy 2011 óta mintegy 1.870.000 liter olaj gyűjtöttek össze a MOL töltőállomásokon. Azt gondolom, hogy nyilván ez egy pozitívum nektek is, magának a környezetnek is, tehát azért van remény, még mindig úgy látom. Meg gondolom, ti is úgy látjátok, hogy azért van remény? Persze, azért abszolút. Azért javuló tendenciát abszolút, mutatunk? Abszolút. Igen, meg tényleg nekünk a fő feladatunk szerintem az, hogy a fiatal korosztályt indítsuk el egy olyan úton, ami aztán 5-10-15 év múlva az a fogyasztótársadalom lesz, akik most mi vagyunk. És még egy kérdés, amit egyébként maradt az adásban, hogyha már ha víznél tartunk, vízfelhasználásnál, nagyon sokszor van az, és szerintem te is látod, ha elmész bevásárolni, hogy műanyag palacban vásárolják nagyon sokan még a vizet. Nőtte a szám egyébként, akik inkább átálltak mondjuk a csapvízfogyasztásra? Nem igazán. Nagyon-nagyon-nagyon sok palackos víz folyik, vagy vízfogy, és kevesebb csapvíz folyik. Pedig sokkal, szerintem sokkal egészségesebb a csapvíz, vagy akár az artézi víz, ami fúrt kutakból érhető el. Nem beszélve arról, hogy az ásványvíz, az ugye egy PET palack, iszonyat környezetszennyező hatása van hosszú távon. Nyilván az átlag fogyasztó ebben nem gondol bele úgy annyira, mert megveszi hetente a, nem tudom, két zsugor vizet, és ő azt gondolja, hogy ez annyira nem durva, de hogyha belegondol, hogy itt Szolnokon is hány család gondolkozhat ugyanígy, akkor az heti, napi-heti, illetve havi szinten rengeteg műanyag palack, ami csak ugye semmibe. És ugye a következő probléma az, hogy ha még ezeket szelektíven is gyűjteni mindenki, és ugyanúgy a szelektív hulladékgyűjtőkbe kerülne ez a rengeteg műanyag szemét, akkor talán nem lenne annyira gáz a helyzet, de sajnos tudjuk, hogy ez nem így van. És hát reméljük, hogy ez változni fog a jövőben. Nyilván ti is ezen vagytok, a Green Zone is ezért van. Én azt gondolom, hogy ami tényleg fontos volt, arra most felhívtuk a figyelmet, én a jövőben további jó munkát kívánok nektek, és azt, hogy minél több fiatalhoz még jobban eljutassátok Csatoriont, illetve magát azt a gondolatot, amit elkezdtetek építeni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Ez volt a Green Zone, köszönöm, hogy velünk tartottak ez alkalommal is, tartsanak velünk következő adásunkban szintén, viszontlátásra!